Sziasztok! 2018 május elején tartották Budapesten a Tököli reptéren a Knorr Bremse éves bemutatóját, ahol is a kilátogatók megtudhatták, hol tartanak a fejlesztések, például az okos kamionok ügyében. A jövőben szeretnék nektek minél több ilyen rendezvényt bemutatni. Engem is érdekel a téma, illetve természetesen a csatornát szeretném ez irányba is fejleszteni. Nagyon sok levelet kapok a mai fiataloktól, hogy mi a véleményem a robotkamionokról, hol tart a technológia, vajon egy ma 8. osztályos diáknak van-e még esélye, hogy ő is kamionsofőr legyen, vagy teljesen ki fog halni ez a szakma. Utána jártam a kérdésnek, megtudhatjuk, hogy mit is, milyen célt szolgálnak ezek a mai fejlesztések. Frank Péternek, a Knorr Bremse kutatási fejlesztési igazgatójának köszönöm szépen a lehetőséget, hogy válaszolna nekünk egy pár kérdésre. Sofőr szemszögből szeretném megközelíteni ezt a mai eseményt. Mennyire kell féljen a jövő generáció attól, hogy jönnek a robotok, és most nem lesz munkájuk a gyerekeknek, aki erre vágyik? Világos, hát azt hiszem azért annál nagyon messze vagyunk ettől, mert pont hogy a fordítottja a probléma, hogy nagyon kevés képzett sofőr van. És tehát Magyarországon is úgy tudom, hogy körülbelül 8000 sofőr hiányzik, és egész Európában is egyébként nagyon nagy a sofőr hiány, de nem csak Európában, Amerikában is, tehát ez egy generális probléma. Tehát nyilván azért van, mert ez egy nagyon nehéz, felelősségteljes és fáradtságos feladat. Tehát ez az oka annak, hogy igazából ilyen sofőr hiány alakult ki az utóbbi években. És hát pont ezen, többek között ezen is igyekszünk mi enyhíteni azzal, hogy bizonyos jármű funkciókat megpróbálunk automatizálni, és hát természetesen ezáltal valamennyire tehermentesítjük a sofőröket, de azért attól mi nagyon messze vagyunk, hogy a sofőröknek ne legyen munkájuk. És akkor elkezdjük a tolatómanővert, aminek, ha jól tudom, van egy előnye, hogy ez a szoftver ez jobban tolat, mint egy átlag kamionsofőr, nem? Általában igen. Pont a sorozatgyártási dátumot mi nem tűztünk ki erre a termékre. Ez nem is termék, hanem ez egy prototípus, tehát előfejlesztési fázisban lévő termékötlet, tulajdonképpen így lehet fogalmazni, amit egyébként 2 évvel ezelőtt mutattunk be Hannoverben, ott az IAN, az Internationale Automobil Ausstellungon, és azóta is fejlesztjük tovább. De attól még egyébként nagyon sok olyan automatikus funkció, ami szintén segíti a sofőr munkáját, az már ugye sorozatgyártásban van, ilyen például az automatikus vészfékező rendszer, vagy például a sávelhagyás detektálás, ami mind olyanok, hogy igazából hosszabb, rövidebb időre kiveszik a sofőr kezéből az irányítást. Tehát az automatikus vészfékező az már nem csak egy pillanatra, amíg megblokkol mondjuk egy kerék, hanem akár egy 20-30 másodperces fékezési folyamatot is végig tud csinálni, anélkül, hogy a sofőr beleszólt volna. Tehát már ott van egy 20-30 másodperc, amit átvett a gép a sofőrtől. Vajon van-e szükség egy ilyen fejlesztése? Gondolj csak bele, egész éjszaka végig vezeted a napodat, levezetsz 8 órát, például viszel egy reptéri munkát, beesel, és még hulla fáradtan 4-5 órán keresztül kezdjél bele, és pakolgassál le, menjél irodákba. Milyen tök jó lenne, ha a bejelentkezésnél azt mondanák, hogy jó, innentől kezdve mi átveszik az irányítást, te pedig feküdjél le, és köszönjük szépen, hogy elhoztad a járművet idáig. Azért, hogy tudnátok élvezni, én is, mert sokszor nem is az a fárasztó, hogy eljuss A-ból B-be, hanem míg ott veled épp szórakoznak, várakozni kell, te addig szépen befüggönyzöl, hülyén néz neki, ugye, hogy egy befüggönyzött kamion megy itt jobbra-balra, de mégis tök jó. Ha bármi probléma van, végül is bele tudsz nyúlni, de te már is tudod csinálni a pihenődet, hogy tényleg el tudsz menni zuhanyozni, a lényeg az, hogy tudsz pihenni. Emberi beavatkozás konkrétan a telephelyi autonóm manőverező járműnek nincs szükség. Tehát olyan értelemben nincsen, hogy nincs egy személy, aki felügyeli a járművet, vagy éppen, hogyha veszély van, be kellene avatkoznia, mert minden veszélyhelyzetet le tud kezelni. Ott van a szükség az emberi beavatkozásra. Egyrészt az elején, hogy megkapja a telephely térképét, hogy megkapja a küldetését a jármű, hogy pontosan hova kell állnia. Ez az egyik fajta emberi beavatkozás. És a másik fajta emberi beavatkozás az pedig azon ritka helyzetek, amikor az autonóm jármű nem tudja lekezelni a közlekedési helyzetet. Például mondjuk elé ment egy targonca, és az lerakott egy raklapot elé,
és nem vitte el. Vagy megállt a targonca, és a targonca vezető elment mondjuk ebédelni. Akkor a jármű az megáll, és várakozik, és egy bizonyos tolerancia idő után jelez a diszpécser központnak, hogy itt most van egy helyzet, amit én nem tudok megoldani, nem tudom arrébb rakni a lakraklapot, segítsetek nekem. Tehát itt végül is arról van szó, hogy a termelékenységet próbáljuk javítani, hogyha a telephelyi manőverezéseknek mondjuk a 80%-át el tudja végezni egy autonóm teherautó, akkor az már nagyon jó. Akkor már csak 20%-ban van szükség a sofőrre, a maradék 80%-ban a sofőr elmehet pihenni, ebédelhet, lezuhanyozhat, megírhatja a menetlevelet, vagy a csuda se tudja, milyen feladata van. De például nem telik a vezetési ideje. Kíváncsi voltam továbbá, hogy mi van akkor, ha elromlanak a szenzorok, akkor mit tud kezdeni az okos kamion, vagy hogyan kezeli a vészhelyzeteket? A környezetérzékelő szenzorokat is redundánsan kell elhelyezni, tehát úgy, hogy hibatűrő legyen. Ha egy kamera letörött, akkor még mindig a másikkal úgy, ahogy el tudjon közlekedni, akkor már nem fejezheti be a küldetését, akkor egy úgynevezett ilyen biztonsági manővert kell végrehajtania, ami azt jelenti, hogy le kell lassítania, és mondjuk félreállni a leállósába, vagy akár a saját sávba megállni, fészvillogot beindítani. Tehát valami olyan módon le kell kezdeni ezt a helyzetet, amikor már nincsen többé redundancia, ugyancsak egy szenzorunk maradt, vagy egy garnitúra szenzorunk maradt, és az egy garnitúra szenzor az egy újabb hibára már végképp eltűnne, akkor egy ilyen biztonságos állapotot kell végrehajtania, ezen nagyon sokat dolgozunk egyébként. Egyrészt, hogy mik ezek a biztonságos állapotok, általában a megállított jármű, illetve hogy tudja egy ilyen redundáns rendszer ezt biztonsággal végrehajtani. Ez a prototípus jármű, amit itt bemutattunk, ez viszonylag kevés infrastruktúrát igényel a telephelytől. A telephelytől azt igényli, hogy legyen egy wifi lefedettség, tehát egy klasszikus nem hibatűrő, tehát egy teljesen átlagos wifi hálózat, legyen egy diszpécser központ, ahol megvan a telephelynek az aktualizált térképe, és a diszpécser központ még azon túl, hogy a térképet letölti a járműbe, azon túl még ad még egy instrukciót a járműnek, az pedig az, hogy pontosan hova kell mennie, tehát melyik dokkolóállomásra kell mennie. Most onnantól kezdve a jármű az mindent magától hajt végre, kiszámítja az útvonalat, és azon végigvezeti a járművet. Alapvetően feltételezve azt, hogy a térkép helyes. De a térkép nem helyes, mert van rajta egy váratlan akadály, egy másik jármű, egy targonca, egy raklap, amit említettem, vagy bármi, akkor azt ő az környezetérzékelő szenzorai segítségével, amik kamerák, radarok és ultrahangos szenzor hátul, azokkal észreveszi, és ha tudja, lekezeli a helyzetet, ha nem tudja, akkor pedig nem kezeli le, akkor pedig jelez, vagy a diszpécser központnak, vagy egyébként a mobiltelefonján a sofőr is tudja követni a járművet neki, hogy most megállta, nem tudom lekezelni a helyzetet. Tehát biztonságnak azért itt még ott van a sofőr, de az esetek döntő többségében nem zavarjuk őt. És ugye, hogy fejlődik ez a rendszer, mondom azért ez még sorozatgyártástól távol van, de hogy fejlődik a rendszer, ugye nyilván a megbízhatóságát egyre növeljük. Bemutatták nekem, milyen az, amikor padlóig nyomod a fékpedált, mondjuk egy vészfékezés hogyan is néz neki. Ez az, amit nagyon sok sofőr még soha nem tett meg, és ne is legyen rá soha szükséged. Jó, akkor padlógáz és padlófék. Minden sofőr áll, hogy ezt kipróbálhassa. Volt lehetőségem kipróbálni, hogy hogyan viselkedik egy Scania, például elromolna az ABS rendszer a vontatóban, akkor hogyan tudsz vele megállni? Ezen a vízezett műgyanta felületen viszonylag alacsony tapadási tényező kapcsolatot tudunk megvalósítani az út és a gumiabroncs között, vagyis tudunk szimulálni egy téli csúszós útfelületet, amin megcsúszik az autó, és ekkor működésből lép a blokkolásgátló rendszer, aminek a hatására irányítható marad az autó, és a fékút is rövidebb lesz, mint hogyha nem lenne blokkolásgátló, hanem csak elébe csúsznának a kerekek megállásig. Ez a felület alkalmas arra is, hogy van még egy sávunk, ahol nincsen ez a műgyanta, ezért ott magas tapadási tényezőt érünk el, és hogyha az autó egyik oldalával az alacsony tapadási tényező felületen vagyunk, a másikat pedig a magason, akkor értelemszerűen keresztbe akar fordulni a jármű. És hogyha van egy blokkolásba gátló rendszerünk, ami
felismeri, akkor meg tudja azt valósítani, azt a viselkedést, dinamikus viselkedést az autón, hogy ez nem történik meg, ez a keresztbefordulás is. Ráadásul ugye arra is figyel, hogy a sofőr kezéből a kormányt ne ráncsa ki teljesen, mert ő ezt is a magas tapadású tényező felület irányába szeretné kitekerni a kormányt a sofőr kezéből a jármű, de ez is limitálva van. A törvény előírásoknak megfelelően kell behangolnunk az ABS rendszert, hogy ez olyan kezelhető tartományon belül maradjon. Jó, tehát most fékezünk egy olyat, hogy ezen a váltott tapadási tényezői felületen megyünk. A jobb oldala az autónak az alacsony tapadási tényezői felületen megy, a bal oldala pedig a magason. És fékezünk egy full ABS-es, tehát teli talppal nyomom a féket. És remélhetőleg az ABS rendszer lekezeli ezt a problémát, hogy az útfelületen van, és csak irányítható módon fogunk tudni egyenesen közlekedni. Mennyivel megyünk rá? 50 körül. Jó, nyomom. Tök stabil, egy picit kell jobbra ellenkormányoznom, de ez bőven kezelhető. Ez jó. Akár akkor is, hogyha nem készülök rá. Tehát, hogy ez egy ilyen kellemes. Kikapcsolom az ABS-t, jelez nekünk a rendszer, hogy valami nem oké, és ugyanúgy egy full ABS-t a váltott felületen. Ez egy olyan tök izgalmas dolog volt, igen. Okay. Ezt a sofőr nem szeretné átélni. Remélem tetszett nektek ez a mai rész, ha igen, akkor tarts velem legközelebb is, ugyanis be fogok nektek mutatni egy Boeing szimulátort, azután egy MP4-es Mercit, majd egy 500-as Volvo-t is. Szóval, ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb is. Jó pihenés mindenkinek! Sziasztok!